Nos, engedjék meg, hogy szeretettel köszöntsem a sajtó képviselőit, és a társadalmi válságról szeretnék beszélni ma méghozzá azért, mert úgy érzem, hogy rendkívül fontos, hogy ráirányítsuk a figyelmet erre a problémára. És az elmúlt napokban, hetekben rendkívül sokat beszéltünk a gazdasági válságról. A gazdasági válság súlyos, jelentős, világgazdasági válságról is beszélünk, és magyarországi gazdasági válságról is. Az a szakértői válságkezelői kormány, amelynek támogatást kíván adni a Szabad Demokraták Szövetsége, mind az ügyvivőtestületi, mind frakció, mind a hétvégi országos tanács döntése értelmében, amely kormány miniszterelnök jelöltje Bajnai Gordon, és amely kormány a Reform Szövetség programján alapuló reformprogrammal kíván a parlamenti többséget megszerezve társadalmi támogatottságot is szerezni, egy ilyen kormány elsősorban a gazdasági válság kezelésére vállalkozik. Így is van rendjén, hiszen tudjuk, hogy Magyarországnak nincs ideje, napok, sőt heteken múlik az, hogy a gazdasági válságot kezelni tudjuk, nemzetközi szervezetekkel a szükséges tárgyalásokat le tudjuk folytatni, mind az Európai Unió, mind a világ megfelelő szervezeteinek a bizalmát Magyarország megszerezze. Ez a magyar gazdaságban is meg fog mutatkozni, ha a bizalmat megszerezzük, jó értelemben, hiszen az itt élő embereknek fog segíteni a gazdasági körülményeik javulása révén, mind pedig a nemzetközi környezetünkben is lesz ennek visszhangja. Ma is látható már, hogy azért az elmúlt napok és hetek pozitív fejleményei hatására nevezetesen, hogy a kormányválság megszűnt, és látható a kibontakozás útja, látjuk a tőzsdén ennek a pozitív hatását, és látjuk a forint árfolyamban is. Ezek mindenképpen biztató jelek. De engedjék meg, hogy a gazdasági válságon túlmenően most a társadalmi válságról szóljak, mert a két válság terület szorosan összefügg. Már csak azért is, mert a társadalmi válság nem annak hatására kezdődött Magyarországon, hogy gazdasági válságba kerültünk, vagy egy nemzetközi gazdasági válság elérte Magyarországot. Itt egy régebbi folyamatról van szó, és látnunk kell azt is, hogy nagyon sokan vannak Magyarországon szélsőséges politikai erők vezetői közül, akik ki akarják használni a gazdasági válságot arra, hogy még mélyebb legyen Magyarországon a társadalmi válság, fellépjenek a magyar demokratikus rendszer ellen, támadást intézzenek a magyar demokratikus normák és alkotmányos rend ellen. Ezt mi szabaddemokraták, liberálisok nem fogjuk engedni. Tehát nekünk határozott elvárásaink vannak a szakértői válságkezelői kormánnyal szemben, méghozzá az az elvárásunk, hogy a társadalmi válságnak is néhány fontos elemét kezelje ez a kormány. Már csak azért is, mert nem lehet az, hogy ebben az országban felszámolják a demokratikus konszenzust, felszámolják azt az alkotmányos rendet, amelyet 20 évvel ezelőtt mi sokan, akik az akkori ellenzék, tehát a pártállam ellenzékeként megalakítva az ellenzéki kerekasztalt harcoltunk azért, hogy Magyarország szabad és demokratikus ország legyen. Tehát ezt a normát, ezt az alkotmányos rendet, ezt a konszenzust, ami akkor kialakult, nem engedjük semmiképpen sem felszámolni. Azt is tudjuk, hogy egy gazdasági válság súlyos, de eddig a világ minden gazdasági válságot megoldott. Egy nemzetet, egy országot viszont elpusztíthat egy társadalmi válság. És ezért is kell őszintén és nyíltan ezzel szembenéznünk. Mi, a liberálisok azt mondjuk, hogy eddig és ne tovább. Nem lehet tovább tűrni jó néhány olyan jelenséget, amelyek alapjaiban veszélyeztetik a magyar alkotmányos rendet. Ezért mi az új kormánytól három területen is aktivitást várunk, határozott fellépést. Melyik ez a három terület? Az egyik a jogállam becsületének a visszaadása. Ez azt jelenti, hogy azt várjuk az új kormánytól, hogy a rendőrség határozottan lépjen fel mindazokkal szemben, akik a demokratikus normákat veszélyeztetik, a demokrácia ellenségei, és valóban alá akarják ásni a demokratikus rendet. De azt is elvárjuk a rendőrségtől, hogy tartsa szigorúan tiszteletben a magyar szabadságjogokat, a magyar alkotmányos rendet, tehát ne a fellépés semmiképpen se olyan legyen, hogy bármilyen módon bárkinek szabadságát sértse, és értelmetlenül korlátozza a véleménynyilvánítás, a szólás szabadságát, vagy a gyülekezés szabadságát. Tehát itt a határozott fellépést elsősorban az erőszak tevőkkel szemben várjuk. Ez vonatkozik a rendőrségre, vonatkozik az ügyészségre, vonatkozik az bíróságokra is, hogy együttesen kell közösen kialakítaniuk azt a normarendszert, aminek szellemében a fellépés határozott és intenzív. Néhány héttel ezelőtt sokat foglalkoztunk azzal, hogy mi történt Tatár-Szentgyörgyön.
A sors úgy hozta, hogy amikor ma én beszélek a sajtótájékoztatón, tudjuk, ismerjük a friss hírt, hogy Tatár-Szentgyöngyör már megint történt valami, méghozzá az, hogy felgyújtották vélhetően, vagy legalábbis felgyulladt egy tatárszentgyörgyi roma önkormányzati vezetőnek a háza. Mindenképpen azt szeretnénk, hogyha egy komoly vizsgálat lenne, és kiderülne, hogy valóban gyújtogatásról van szó, vagy pedig balesetről. Erre oda kell figyelni, hiszen hát Tatár-Szentgyörgy eleve frekventált hely, és ráadásul egy helyi roma vezetővel történt mindez az ő házával. Azt gondolom, hogy nem megengedhető az, hogy itt nem precíz és ne pontos vizsgálat történjen. Emlékszünk rá, hogy sajnos a Tatár-Szentgyörgyi gyilkosság ügyében az első vizsgálatok milyen felelőtlenül és milyen körültekintés nélkül történtek meg. Tehát amikor a magyar demokrácia erősítéséről és védelméről beszélünk, többek között erre gondolunk, hogy ezekben az esetekben, ahol sejthető, vagy vélhető, vagy valószínűsíthető az, hogy van etnikai indíték az erőszakos cselekmények mögött, különös körültekintéssel és határozottsággal kell eljárni. A másik fontos terület, amelyben fellépést várunk az új szakértői válságkezelő kormánytól, ez a titkos szolgálatoknak a területe, azon belül is a múlttal való szembenézés, az egykori ügynökaktáknak a kérdése. Tudjuk jól, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége az az egyetlen párt a mai magyar közéletben, amely következetesen, mindenféle megingás nélkül képviseli a rendszerváltás óta azt az elvet, hogy az egykori ügynökakták, a múltunk, a pártállami múlt, a Kádár rendszernek a múltja megismerhető legyen. Azt is tudjuk, hogy létrejött a Kennedy Bizottság, jó ideje már, több mint egy évvel ezelőtt a parlamentben. Ez a bizottság elvégezte a munkáját, javaslatokat tett arra vonatkozóan, hogy hogyan kellene kezelni a titkos szolgálatokkal kapcsolatos iratokat, mégis nem történt semmi az elmúlt hónapokban ezzel kapcsolatban.